Tisztelt és szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Idősekért díjat vetett át dr. Sütő Teréz Kásler Miklóstól, az Emberi Erőforrások miniszterétől, hogy miért is kapta ezt a díjat, illetve hogy milyen programok várják a közeljövőben a nyugdíjasokat, az időseket, erről is beszélgetünk a Mozaikban. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Sütő Terézt, az Idősek Európai Háza Alapítvány elnökét. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a nézőket. És egyúttal hadd gratuláljak ehhez a rangos állami elismeréshez, ehhez az idősek díjához. Mit akar ez? Kik érdemlik meg ezt a díjat, vagy kik érdemlik ki? Hát tulajdonképpen ugye a jogszabály szabályozza ezt, a 26/2016-os emmi rendelet, ami szerint az díj az idősek emberi méltósága, anyagi, fizikai, lelki egészsége, jóléte, az időskori aktivitás megőrzése érdekében kifejtett munka, valamint az idős gondozás területén az idősek életminőségének, méltóságának tartalmas mindennapjai érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerése. Hát ezt írja a jogszabály. Én azt gondolom, hogy ha dr. Sütő Teréze nevét halljuk, akkor ezeknek a soroknak abszolút megfelel az ön ténykedése, hiszen nagyon régóta tesz az idősekért többek között. Hogyan fogadta ezt az elismerést? Hát örömmel természetesen, hiszen olyan nincs, aki egy kitüntetésnek nem örül. De ami különösen öröm számomra, hogy ezt mint civil szervezet vezetője kaptam meg tulajdonképpen, mert ugye munkálkodásom alatt azért már sok elismerésben volt részem a minisztériumtól, sőt ugye a kormánytól is. De mint civil szervezet vezetője ez az első, amelyikkel elismerték a tevékenységemet. És miért tartja fontosnak, hogy foglalkozzon az idősek akár problémáival, akár mindennapjaival? Hát ez egy érdekes kérdés, mert nagyon sokan fölteszik most, főleg most. Ugye ezt azt szoktam mondani, hogy ez úgy látszik genetikailag ivódott belém, mert amikor kezdő szociális szakember voltam, 22 évesen, már akkor is valamilyen módon az idősek ügye az nagyon érdekelt, hiszen nem sokkal azután tartottam egy előadást Szegeden, ahol azt mondtam, hogy a munkálkodásomban azt szeretném elérni, hogy az időskor ne az élet vége, hanem koronája legyen. És hát, hogy még mindig teszem ezt, az azért van, mert hogy még nincs meg a korona. Még sok minden hiányzik belőle, nem csak a kövek. De bántran kijelenthetjük, hogy Sopronban igen aktív tevékenységet folytat, hiszen nagyon-nagyon sok program közül válogathat az idősebb korosztály, és nagyon sok program közül válogathatnak a nyugdíjasok. Például lesz október 12-én az idősek 27. Soproni Nemzetközi Kulturális Találkozója. Ez már a 27. alkalom, miről is van szó? Hát tulajdonképpen, amikor ezt elkezdtük, ugye elsőként, amikor az október 1-jét az idősek világnapjává minősítették, már abban az évben megrendeztük, nem én még, hanem dr. Hegedűs Ödönné Mária néni kezdeményezte ezt tulajdonképpen. Az a célja, hogy az idősek időskorban is be tudják mutatni azt, amit még tudnak. És amit nem tudnak, azt már megtanulják, és készülnek ezekre az eseményekre. Én ebben nagyon-nagyon sok örömet látok, meg változást is az elmúlt 27 évben, hiszen végigkísértem, hogy az idősek hozzáállása, felkészültsége milyen mértékben változott, mert egész évben készülnek arra, hogy itt majd szerepelnek mások és saját maguk örömére, és hát az, hogy örömforrást kap az ember idős korban, ez mindennél fontosabb. Miről szól ez a nap? Milyen program várja az ott lévőket majd? Hát tulajdonképpen lesz egy kiállítás az idősek munkáiból, amivel 27 vagy 30 körüli kiállító van, még nem is, nincs is vége ennek, és körülbelül 50 fellépő, akik az ország minden részéből, Miskolctól, Debrecentől, Pécstől elkezdve, és a határon túlról is jönnek, Székelyudvarhelyről, Nagybányáról, Adáról, az a Vajdaságból, aztán a Felvidékről, és hát itt a közelünkben lévő csornai, győri nyugdíjas csoportok is jönnek, és bemutatják. Itt lesz szavalat, színdarab, tánc, ének, és hát ugye az is egy nagyon nagy változás a 27 év alatt, hogy már szakképzett énektanárok készítik föl az időseket,
és tehát nem, hogy mi gagyi munkát adnak, hanem tényleg minőségi munkával szerepelnek, és ez a saját igényszintüket is emeli, és hát az is nagyon jó, hogy abban a településben, ahol ők élnek, ott a szakemberek is segítik, hogy ez a munka, ez egy tényleg egy minőségi, bemutatható szerep legyen. Ez lesz most szombaton, tehát a GIK rendezvényházban, és már ugorhatunk is a következő rangos eseményre. Idősügyi konferenciát tartanak október 14-15-én a Pannoniában. Itt miről van szó? Ez tulajdonképpen a szakembereknek. Tehát én ezt akkoriban azért kezdtem el, majdnem egy időben, csak voltak idők, amikor nem, minden évben nem rendeztem meg a konferenciát, az idősügyi konferenciát, mert úgy gondoltam, hogy nem csak az a fontos, hogy a nyugdíjasok, idősek találkozzanak ebben az idősek ki mit tudján, hanem a szakemberek, akik az idősekkel foglalkoznak, azok mindig új ismeretet kapjanak. Tehát ezért ez egy nagyon nagy érdeme a soponi konferenciának, és ezért is jönnek mindig olyan nagy számban, és mikor úgy gondolom, hogy abba hagyom már, akkor mindig ösztönöznek, hogy még ne. Mert hogy ide eljönnek olyan szakemberek, akik mindig tudnak valami újat mondani. Hát az mindenkinek, nem csak a soproni és a Sopron környéki szakembereknek, hanem az ország minden részéből jönnek erre a konferenciára. Már ott tartunk, hogy nem tudunk elég szállást biztosítani, most már csak szállás nélkül fogadjuk el a jelentkezőket. Úgyhogy ez biztos, hogy egy nagyon nagy érdeme, hogy a konferenciának a színvonalát folyamatosan igyekszem megtartani. Megemlítene egy-két előadót, meg egy-két vendég előadót, illetve témát? Hát igen, ugye az első nap az tulajdonképpen 14-én hétfőn 10 órakor kezdődik, akkor köszönhetjük az Ember Erőforrások Minisztériumából dr. Benede Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkárt, aki tulajdonképpen a minisztériumnak az idős ügyel foglalkozó lépéseiről, intézkedéseiről tart tájékoztatást. Aztán várjuk oda a nyugdíjügyi főosztályvezetőjét, dr. Egervári Ágnes neurológus főorvost, aki tulajdonképpen az idősek a demenciával érintettek ügyében számos INDA programot indított el, amivel szakképzést biztosít. Akit nagyon-nagyon nagy tisztelettel és nagy örömmel fogadom, az, de mindenki természetesen, Mark Bertel professzor Strasbourgból, akitől tulajdonképpen mi egyáltalán a demencia ügyét megismertük, azt, hogy hogy kell vele foglalkozni. 2002-ben jártam ott szakemberek társaságában, és akkor indítottuk el tulajdonképpen Sopronba a felmérést, a 65 év felettiek demencia érintettségét, és 2012-ben megismételtük meg, tulajdonképpen ugye ennek a hozománya lett az Alzheimer Café, és a professzor úr megtiszteli a soproni konferenciát, és az ünnepi Alzheimer Cafét, ugye ami a konferencia részeként kedden 14 órakor kezdődik most, és nem 17 órakor, mint a szokásos Alzheimer Café, mert ez egy hosszabb program lesz, és ő akkor első előadóként fogja elmondani, hogy hogyan is lépjünk tovább az Alzheimer Caféba, de köszönhetjük itt a pécsi szervezet, egy Alzheimer Café szervezőjét, Heim Szilvia főorvosasszonyt, aztán a Jobbágy Máriát, aki a Szociális és Gyermekvédelmi Felügyelőségnek tulajdonképpen a demencia programját viszi, de Mennyhárt Miklós főorvos urat, akitől igaziból Győrből hoztuk ezt a gyakorlatot, mert ők csinálták legelőször Magyarországon. Tehát, de aztán azt kell mondanom, hogy az előadók között számos professzort is üdvözölhetünk, mint Harmata János professzor, dr. Besenyei Attila kórházi adjunktot a Szent Imre Kórházból, dr. Martonyi Zsuzsannát, aki geriátriai és gerontopszichiátriai rehabilitációs osztályvezetője, szintén a Szent Imre Kórházból, aztán dr. Habi Lelbak Ádám, egyetemi docens, belgyógyász, gasztroenterológus és geriáter szakorvos, a Róze Magánklinikának a vezetője, és egyben a Magyar Gerontológia Társaságnak az elnöke is, ugyanis társszervezője ennek a rendezvénynek a Magyar Gerontológiai Társaság is. Székács professzor úr lesz, aki a tudományos ülésnek az egyik elnökségét vezeti.
és hát számos előadót tudnék még kiemelni. Az belügyminisztériumból is várjuk Dukai Miklós, dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkárt, aki pedig az idősbarát szemléletet, hogy hogyan lehet az önkormányzatoknál elültetni a díjjal, az idősbarát önkormányzat díjjal, mert ilyen is létezik, ami igaziból egy nagy-nagy vágyom, hogy egyszer Sopron is legyen ennek tulajdonosa. Legyen így, de még mielőtt befejeznénk a beszélgetést, még röviden a már említett Alzheimer Café Sopronról. Itt van már a negyedik év, hogy működik ez a nagyon jó kezdeményezés. 14 órakor lesz most tehát kivételesen az előadás. Mivel gazdagodtak, milyen tapasztalatokkal az elmúlt 4 esztendőben? Hát egyre inkább afelé irányítom az Alzheimer kafék témájait, és ugye olyan előadókat kérek föl, akik a megelőzésben tudnak szerepet vállalni, ugyanis ez nagyon fontos, hogy az ember időskorban, vagy még előtte már tulajdonképpen felkészüljön arra, hogy időskorban másképp működnek a szerveink, és hogy mit kell tenni azért, hogy az ereink épek maradjanak, mert ugye aki vigyáz az ereire, a szív- és keringési problémákat meg tudja előzni, a cukorbetegséget, és hát az időskori demenciát is nagyban segíti az, hogyha az ember felkészül erre az időskorra. Hát ugye ennek a részeként indítottam be másfél éve a Gyalogló Idősklubot is, ami szintén azt kell mondanom, hogy Sopronban a legszorgalmasabb klubtagok vannak, és hát most már a szenior örömtáncot is, amit majd a konferencia zárásaként be is fogunk mutatni, hogy milyen eszközök vannak, amelyek örömforrást is jelentenek, de meg is előzik a demenciát. Ezek hallatán azt gondolom, hogy nem lehet kétség afelől, hogy jó helyre, és jó, hogy önhöz került az idősekért díj. Gratulálok ehhez még egyszer, és további jó egészséget és minden jót kívánok a munkájához, dr. Sütő Teréznek. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is. Köszönöm önöknek is a kitüntető figyelmet, minden jót kívánok, viszontlátásra!